Nix ugribugri, ezt tartják a tapolcai választás után is a fideszesek. Már aki egyáltalán tudta értelmezni Orbán Viktor csütörtöki szavait, mert nem mindenkinek sikerült. Kubatov Gáborral még nem beszélt állítólag a miniszterelnök a mozgósításról, de biztosan fog. És azon nem gondolkodik a Fidesz, hogy talán mégsem volt okos lépés egyfordulóssá tenni a választási rendszert, legalábbis ezt mondják. Benyúlít a körképe. Ugribugri vagy nix ugribugri? Nem értem a kérdésfelvetést. Miniszterelnök úr lement Tapolcára, és azt mondta, hogy nix ugribugri, de ez még a választások előtt volt. Nem tudom értelmezni, hogyha nem haragszik majd. Ugribugri vagy nix ugribugri 3 évig? Nem is értem, hogy mi az. Orbán Viktor mondta lent a polcán. Akkor se értem. Ugri. Nix ugribugri. Így van, így van. Így van. Van ugribugri, vagy továbbra is nix ugribugri? Nix ugribugri. Van ugribugri, vagy nix ugribugri? Van ugribugri, vagy nix ugribugri? Nix ugribugri, végigfogunk kormányozni ebben a 3 évben, jól mondta a miniszterelnök úr. Na és utána mi lesz? 2018-ban, hát úgy nézek ki, mint egy jós, vagy úgy, mint egy politikus. Jobb kommunikáció kell. Csak a kommunikáció az, amit elrontotta? A miniszterelnök úr is elment egy Tapolcára. De ez nem kommunikációs kérdés, hanem a jogalkotásban kéne jobb kommunikáció. Csak, hogyha nem nyilatkoznék? De mégiscsak hogy ment a mozgósítás? Én mégsem nyilatkoznék, hogyha nem. De lent volt tegnap Tapolcán. Igen, lent voltam. És hogy értékeli a... Mégiscsak az ön nevéhez kötik a mozgósítást. Nem, ez nem mozgósítás kérdés, ez egy választás kérdése volt. Hát az, ne legyünk naívak, mindenki kampányt csinál. De miniszterelnök úr nem kérette be még a 3 elbukott választás de után? Nálunk ez nem így megy, hogy bekérhetnek valakit, mert ez egy... Akkor nem ültek le kávézni? Nem beszéltünk még erről, de hát nyilván majd lesz ennek mondja. Nem hiba így utólag értékelve, hogy egyfordulóssá tették a választási rendszert? A kétfordulós, akkor nyilvánvalóan a Jobbik nem viszi el az egyéni mandátumot. Szerintem nincsen tökéletes rendszer. Eldöntöttük, egyfordulós a választási rendszer, úgyhogy később bánat ebb gondolat. Ha a választási rendszert kétfordulósra hagyták volna, az nem lett volna előny, illetve most nem hátrány, hogy így alakították át. Többbe került volna a tapolcaiaknak, többet kellett volna dolgozni. De lehet, hogy megnyerik. Az államnak demokrácia lehetősége és hozadéka volt ez is. Hogyha így teszi fel a kérdést, akkor én visszautalnék azokra az ellenzéki vádakra, amik akkor hangoztak el, amikor a választási rendszer átalakult, és az ellenzék folyamatosan azt mondta, hogy na, a Fidesz saját arculatára alakítja a választási rendszert. Ennyit erről.